Tehát, hölgyeim és uraim, a lehető legnagyobb szeretettel és tisztelettel köszöntöm azt a vendéget, aki most már harmadszor tiszteli meg a nekünk 8 nézőit és színpadát, és remélem ugyanolyan vidám beszélgetés lesz majd, mint amilyen legutóbb volt. Szia, André! Sziasztok! Ugye beszéltünk a múltkori alkalommal, például a vatikáni fellépésről beszéltünk, Hamburgról, ahol az ottani közönségnek énekelsz. De te részt vettél ilyen magyar bulikon? Képzeld el, én is Amerikában voltam, én tavaly karácsony környékén. Ez nem az a tipikus magyar buli, tehát nem magyar házban, meg magyar kint élőknek, hanem inkább a kint lévő diplomáciai vonal, illetve a gazdaság és kutatás élet szereplőinek énekeltem kint, és ez egy nagyon ilyen exkluzív dolog volt, de hihetetlen volt azért látni, hogy olyan karácsonyi dalokat kellett énekelnem, hogy a magyar daloknak mekkora, hogy a magyar szöveggel énekelt daloknak mekkora sikerük van, de ugyanezt látom, amikor Erdélybe vagy Felvidékre, vagy olyan magyar lakta területre megyek, hogy nagyon-nagyon szeretik azt, hogyha magyarul énekel az ember. Hát nekem például személyesen Erdély az azért a szívem csücske, mert valamiért ott olyan különleges szeretettel fogadják a magyar fellépőket, és akkor gondolom, ezt te is megtapasztaltad. Ezen a nyáron esetleg lesz erdélyi kirándulás? Fellépéssel egybe kötve, persze. Erdély nem lesz, ha jól tudom, ha bár én ilyen dátumok, nevek, arcok, az mindig... Majd jöjjön, aminek jönnie kell. Igen, és ezért mindig jó, ha van mellettem egy segítség, egy asszisztens. Amit konkrétan tudok, az Németország és Franciaország, ami nagyon, nagyon jó lesz. Franciaországban merre? Franciaországban Lyon és környéke a következő etap, ahol egyébként már turnéztam, tehát ott nagyon, nagyon szeretik ezt a fajta zenét, amit én képviselek. És ami még szerintem nyár környékén lesz, a balatoni turné, ahol ilyen kastélyszállók és kastélyoknak a nyári rendezvényein fogok részt venni. Most mivel készülsz nekünk? Most... Egy nagyon érdekes dallal készülök, nem szeretnék így gonoszkodni vagy plegykálkodni, de eredetileg ez a dal egy nagyon-nagyon ismert operaénekesnőnknek készült, aki egyébként mondhatjuk azt, hogy világhírű is, és amikor ő felénekelte az ő verzióját, akkor a kiadóban meghallgatták és mondták, hogy ez nagyon szép, de csináljuk meg Andréval is, és végül is a kettő közül az enyém lett a nyerő, amire nagyon büszke vagyok. Ez egy kicsit ilyen világzenés, de van benne kis elektro is, úgyhogy az a cím, hogy Éden. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy megint itt voltál, és köszönöm, várunk viszont sok-sok szeretettel ismételten. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, a nekünk 8 színpadán Vásári André és az Éden.